2023 a korrekció éve volt többek között a biztosítási piacon is, és ennek a korrekciónak a hatására a háztartások pénzügyi vagyona is növekedett az elmúlt évben. A biztosítási szektor díjbevétele 1600 milliárd forint fölé nőtt, ez 6,5%-os növekedést jelent, ami azonban jócskán elmaradt az előző évi bővüléstől és az inflációtól is. A nem életági, vagyis vagyonbiztosítások 14,5%-kal nőttek, ez nagyjából infláció követőnek mondható, viszont az életbiztosítások terén 6%-os csökkenés történt. Többek között ezek az információk is kiolvashatók a Magyar Nemzeti Banknak az elmúlt évi folyamatokat bemutató értékeléséből. Az anyagban főszerepet játszó biztosítási piac bővülése összességében a GDP növekedését sem tudta követni. A társaságok eredményességét a pótadó csökkentette, ám az úgynevezett tőke megfelelésük jelentősen nőtt és a befektetéseik, valamint a működésük is kockázatmentesebb. A biztosítási befektetések jelentőségét emelte, hogy azok közvetlen és közvetett eszközökkel de a hazai gazdaságot finanszírozták. Jelentősen nőtt a biztosítói szektor befektetéseinek értéke, 70 ez ennek 79%-a, tehát közel 80% a hazai eszközökben, elsősorban magyar állampapírban van. A jegybank ugyancsak pozitívan értékelte a biztosító társaságok működését fogyasztóvédelmi szempontból is. A sikerben az mmb nek is szerepe volt, hiszen néhány éve kialakították a fogyasztóbarát gépjármű felelősségbiztosítások biztosítások rendszerét, most pedig a lakásbiztosítások terén tették meg ugyanezt. Noha ennek eredménye már erre az évre áthúzódott a kampány idejére. Körülbelül 20%-a a piacnak valamiféle módosítást eszközölt a a lakásbiztosításán, tehát ez egy nagyon nagy siker és nagyon jó változás és mindeközben az a termék típus, amit az MNB védjegyen lát el, ez a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás, ez kedvezőbb díjat mutatott korábban is, ezt mutatja itt az ábra. A lakásbiztosítási kampányban is egyre többen választják ezt a terméket, Online összehasonlításban 10-ből 3. -an. A befektetéseket, illetve betéteket vizsgálva arra ugyan nem lehet kimutatni százalékos arányt, hogy az úgynevezett forró pénzek mekkora hányada mozdult meg, de a jelenség önmagában a pénzügyi tudatosság növekedését jelzi. Történelmi az a helyzet, hogy a, a, hogy a betétek és a készpénzállomány csökken és keresi a helyét a pénz olyan helyeken, ahol valóban van kamat. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyszerű dolog, hogy a lakosság felismerte, hogy készpénz helyett jobb olyan papírokban tartani a pénzt, aminek valóban van hozama. Amíg ezen a fronton érezhető a tudatosság, az előtakarékosság, vagyis az önkéntes nyugdíjpénztárak működésében éppen az ellenkező tendencia érhető tetten. Ráadásul a befizetésekből az derült ki, hogy a munkaadók visszavonulnak erről a területről, és az egyéni befizetések is csökkennek. Folyamatosan csökkenő és öregedő tagsággal találkozunk. A nyugdíj pénztári tagok közelfele változatlanul nem fizeti meg a egységes tagdíjat, és ezzel együtt is azt látjuk, hogy sem a fiatalabb generációt nem sikerült a pénztáraknak megszólítani, beléptetni, sem aktivizálni nem tudták a passzív tagokat 2023-ban. Így továbbra is él az a éres felhívásunk, hogy a hosszú távú működőképesség fenntartásához alapvető és átfogó reformra van szükség. A jegybanki szakértők prognózisa szerint, ha rövid időn belül nem változnak a feltételek, hogy a munkaadói befizetések nagyobb szerephez juthassanak, akkor ezek a formációk két évtizeden belül összeomlanak.